So wow, that was amazing time of worship, huh? Ez lenyűgöző volt az imádat, nem? I don't know how you were. I was in the back, I was praying. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de én ott voltam hátul és imádkoztam. And I was just like I just wanted to pray before the message, but then úgy voltam vele, hogy csak nagyon szeretnék imádkozni az üzenet előtt. But then I just couldn't help. I had to get up, I had to like praise and I had to like sing. De aztán like, nem tudtam kontrollálni magamat, és csak fel kellett állnom és énekelnem kellett. So awesome. Annyira lenyűgöző volt. Köszönöm. Köszönjük a szolgálatotokat. For being here. Köszönöm, hogy itt vagytok. And we believe that God is here with us. És hisszük, hogy Isten itt van velünk. We have seen him touch our lives so many times. És annyiszor láttuk már, hogy megérintette az életünket. Yeah, prayers are so important. És az imák annyira fontosak. I don't know how many of you read Lily's testimony in the Viber group. Nem tudom, hányan olvastátok a Lilinek a bizonyságát a Viber csoportban apukájáról. Yeah, so that was so encouraging. Ez nagyon bátorító volt. So important and there are answers. De az imák annyira fontosak, és hogy Isten válaszol rájuk. Yeah, and also yesterday we had an amazing time soul winning. És tegnap is nagyon jó volt lelket nyerni. Just an amazing time on the street talking with people. Lenyűgözően jó volt az emberekkel beszélgetni az utcán. It's just so great to lift up Christ. És annyira jó csak felemelni Krisztust. And let's just pray first. We have some prayer needs. És először csak imádkozunk, van néhány szükségünk imára. Lord, we pray for Lily's dad. Urunk, kérünk, imádkozunk Lily apukájáért. Lord, just touch him, heal him, save him for sure. Áld meg őt, érintsd meg őt, gyógyítsd meg és mesd meg őt. Lord, we pray for Andrea. Imádkozunk Andreáért. She would be saved, she would know you, she would turn to you. Hogy megmeneküljön, üdvözüljön, hogy hozzád forduljon és meggyógyuljon. God, we pray for Igen, Istenünk. Varó Gábor's wife, imádkozunk Varó Gábor feleségéért. Yes, God, we pray for Zsuzsi, that you would touch that ovarian cancer. Imádkozunk Zsuzsiért, hogy érintsd meg ezt a méh nyakrákot. Lord, touch her and heal her. És kérünk, hogy érintsd meg őt és gyógyítsd meg őt. We have seen your hand before. És már láttuk a te kezedet. Lord, we pray for those who are sick with the flu. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik influenzásak. Lord, we bring them also to you and elét hozzuk őket is. We pray for blood pressures. Imádkozunk vérnyomás problémákért. Yes, God, just regulate that. És hogy te ezeket szabályozd. We believe, Lord. Hiszünk, Urunk. Just lay all this before you in faith. És hitben mindezeket elét helyezzük. Ourselves, others. Magunkat és másokat. Yes, God, we trust you. Igen, Istenünk, bízunk benned. We pray you lead us in the word. És imádkozunk, hogy vezess minket az igében. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. 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 How are you? Hogy vagytok? All right, okay, so why don't you just turn to someone around you? Miért nem fordultok? Mi lenne, oda fordulnátok valakihez? And you just, I don't know, share an encouraging word. Tell them a Bible verse you think of. És megosztanátok egy bátorító Biblia verset, hogy megkérdeznétek, hogy miért imádkozhatok, és csak szeressük egymást, és legyünk egy, igen, és aztán majd belemegyünk az üzenetbe. All right, so Jacob was an interesting character. Jákob egy érdekes személy volt. He did not really have a lot of character. Igazából nem volt túl erős karaktere vagy személyisége. Yeah, yeah. Jelleme, nem volt túl erős jelleme. But actually he did have a deep desire for the things of God. De ennek ellenére volt benne egy mély vágy Isten dolgaira. He did have I don't know if you could call it deep, maybe. Maybe I shouldn't have called it deep. Lehet, hogy nem kéne mélynek nevezni. But he did have an interest in the things of God. De érdekelte őt Isten dolgai. But it's interesting that he wanted the things of God out of selfish reasons. De az az érdekes, hogy önző okokból akarta Isten dolgait. And his story is really the story of how God moves a very self-centered following of God. To a different level. És az ő története az nagyon jól mutatja, hogy hogyan
változtatja meg Isten valakinek egy ilyen nagyon önközpontú Isten eljárását egy nem annyira nagyon önközpontúvá. Like a different story. Hogy hogyan változtatja meg a történetet. Maybe it sounds interesting that you could follow God while being self-centered. Okay? Lehet, hogy ez ilyen furcsán hangzik, hogy követheted Istent úgy, hogy közben önközpontú vagy. But in 1 John, de egy Jánosban it tells us to walk in the light. Azt mondja nekünk, hogy járjunk a világosságban, okay, to live in the light. Hogy éljünk a világosságban. Now, walking in the light there, itt ez, hogy a világosságban járni, it does not mean absolute perfection, ez nem tökéletes, tehát nem teljes tökéletességet jelent, but it's speaking about fellowship with God, hanem ez az Istennel való közösségről beszél, and joy of life, és az élet élvezet öröméről. Yeah, like this joy with the fellowship with God. Jó, bocsánat, tehát hogy amikor az embernek öröme van abban, hogy él Istennel, hogy Isten jelenlétében van. Yeah, and so our understanding of God, szóval az, ahogy mi Istent megértjük, is not complete. Az nem teljes. It's not perfect. Az nem tökéletes. But de the fellowship can be real. De a közösség az lehet valódi. And that's what it's talking about. És erről beszél itt, hogy járjatok a világosságban. Walk in fellowship with God. Járjatok Istennel közösségben. Your understanding is not complete. Nem teljes a megértésetek. Your motivations are not perfect. A motivációtok nem tökéletesek. But walk with God in the light. De járjatok what Istennel, you know, what you have, a világosságban. What God has already shown you. Abban, amitek van, amit tudtok, amit már Isten megmutatott nektek. Don't let that go, but walk in that with the Lord. Ne engedjétek el, hanem azzal járjatok, okay, az Úr, abban járjatok az Úrral. This is encouraging, I think. És szerintem ez bátorító. Because maybe my understanding is not satisfactory. Mert lehet, hogy a megértésem az nem kielégítő. Like you feel that you don't know enough. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz eleget a Bibliáról. You don't know enough of God. Nem tudsz eleget Istenről. Maybe you feel your IQ is not high enough. I don't know. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az intelligenciád nem elég magas. But you can fellowship with God just where you are. De közösségben lehetsz Istennel pont ott, ahol vagy. This is the right of every child of God. És ez Isten minden gyermekének a joga. At every time. Mindenkor. Okay. Like the deepest failure. A legmélyebb bukásban. The most terrible loneliness. A legszörnyűbb magányban. Whatever fear there is. Bármilyen félelemmel találkozol. You always have this right. Ez a jogod mindig megvan. To find fellowship with God. Hogy Istennel közösséget találj. So you are invited into that fellowship immediately as soon as you have believed in Christ. És Isten meghívott el ebbe a közösségbe abban a pillanatban, hogy hittél Krisztusban. Okay. So Jacob is like this. És Jákob így van. He starts his walk with God. Hogy elkezd Istennel járni. He starts it because he sees a need. Azért kezd Istennel járni, mert látja a szükségét. Okay, like people come to Jesus. Az emberek Jézushoz jönnek. Because I don't know, because they are tired of the daily boring routine of life, you know. Például azért, mert belefáradtak a mindennapi élet unalmas rutinjába. That it just, they see that the repetition just kills the joy and kills the life, and in their hearts they are crying for something greater. Mondjuk látják a szívükben, hogy ez a folyamatos ismétlődés, ez így megöli az élet örömét, és csak valami jobbért kiáltanak Istenhez. Or let's say someone sees that they are guilty. Vagy valaki látja, hogy bűnös, and they want to be free from it. És meg akar tőle szabadulni. Guilt is tormenting them. A bűntudat kínozza őt. And he wants to be free. És meg akar tőle so szabadulni. He comes to Christ because he has a need. És ezért jön Krisztushoz, mert szüksége or van rá. Someone is lonely. Vagy valaki magányos. And even though he has many relationships, you know, so he comes to Christ. Annak ellenére, hogy mondjuk sok kapcsolata van, és emiatt jön Krisztushoz. And if someone is in that situation, és hogyha valaki ebben a helyzetben van, you know, maybe their pride tells them, no, first fix your life and then come to Jesus. Akkor lehet, hogy azt mondja neki a büszkesége, hogy nem, először tedd rendbe az életedet, és aztán jöjj Jézushoz. You know, then I will come. És majd akkor jöhetek and oda. On the street we often say this. És az utcán sokszor mondjuk ezt. Don't wait another day. Ne várj még egy napot. Don't expect to get better. Ne várd, hogy majd jobb leszel. Just come as you are. Csak gyere, ahogy vagy. Come right now. Gyere most azonnal. Miért ne? Come to Jesus. Jöjj Jézushoz. God is waiting for you. Isten vár rád. And he receives you as you are. És úgy fogad be téged, ahogy vagy. John 6:37. János 6:37-ben. So
Jacob is interested in the spiritual things, in the things of God. Szóval Jákobot érdeklik a spirituális, a szellemi dolgok és Isten dolgai. Because he wants to get something. De azért érdeklik, mert valamit szerezni szeretne belőle. He wants to be the first. Not, he doesn't want Esau, his brother, to be the first. Szeretne ő lenni az első, nem akarja, hogy Ézsau a testvére legyen az első. Okay, he wants to be blessed. Szeretne áldott lenni. He looks for something very temporal, maybe. Lehet, hogy valami nagyon ideig valót keres. But de at least he is looking for the things of God, and amazingly, God appreciates that. Legalább keresi Isten dolgait, és lenyűgöző módon Isten ezt megtiszteli. Even if it's for all the wrong reasons. Annak ellenére, hogy teljesen rosszokból csinálja. And God is blessing him and leading him. És Isten megáldja őt és vezeti őt. So he is looking for the blessings, not the one who blesses. Szóval ő az áldást keresi, és nem azt, aki megáldja őt. If you read his life story, hogyha elolvasod az életének a történetét, then you see that he's looking for riches, akkor látod, hogy gazdagságot keres, herds, és sheep. Bárányokat. Juhokat. Yeah, you know, more sheep, you know, riches. Még több juhok. Everything that he can touch, you know. Minden, amit megfogható. You could say, azt mondhatnánk, that for him, hogy számára, walking with God, az, hogy Istennel jár, is all about himself. Az igazából mind ő róla szól. Okay, and we see this in a way in Genesis 28. És ezt látjuk egy Mózes 28-ban. In a sense we see this. So egyértelműen ezt látjuk ott. 16. versben. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. Jákob pedig felébredve álmából ezt mondta, bizonyára az Úr van a helyen, és én nem tudtam. And he was afraid and said, how awesome is this place. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Megrémült azért, és így szólt, mi félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. És fölkelt Jákob reggel, vette azt a követ, melyet a feje alá tett, oszlopul állította, olajat öntött a tetejére. And he called the name of that place Bethel. És Bételnek nevezte azt a helyet. But the name of that city had been Luz previously. Azelőtt pedig Luz volt annak a városnak a neve. All right, so he has a certain way of, well, interest in God's things, we could say, not walking with God really. Szóval van neki egy ilyen bizonyos fajta érdekeltsége Isten dolgaiban, nem mondhatnánk annyira, hogy Istennel jár. But then God meets him personally. De aztán Isten személyesen találkozik this vele. This is a huge touch from God in his life. És Isten itt egy nagyon hatalmas módon érintette meg az életét. It's kind of like what happened to Abraham in Genesis 12. Ez egy kicsit olyan, mint ami Ábrahámmal is történt 1 Mózes 12-ben. But Abraham, de Abraham, he was a friend of God. Ő Isten barátja volt. Jacob is not really a friend of God. De Jákob nem volt igazán Isten he's the barátja. Guy who fights with God. Ő az az ember, aki Istennel harcol. Yeah, right, he's the guy who wrestles with God. Ő egy olyan ember, aki birkózik Istennel. He's not the friend of God. Ő nem Isten barátja. You know, we are friends. Mi barátok vagyunk. But he's the guy who is like, you know, he fights with God. De ő az a fajta ember, aki harcol Istennel, ez az ő története. Okay, so his first understanding, szóval az első megértése is summed up in this word, Bethel. Az első megértését erről az egészről össze lehet foglalni a Bétel szóban. Okay, he calls the place Bethel, úgy nevezi a helyet, hogy Bétel. The house of God. Isten háza. Or house of God. Yeah. So Isten háza. House of God, that's what he calls it. Ennek nevezi Isten háza. Listen, he is right. Ő igaza van. Because he met God here. Mert hogy itt találkozott Istennel. But he's also wrong. De ugyanakkor téved is. Because what he sees is very limited. Mert amit lát, az nagyon korlátozott. It's very narrow. Nagyon szűk. It's very little. Nagyon kicsi. His first understanding is this place is the place where God has revealed himself. Ez az ő első megértése, hogy ez az a hely, ahol Isten leleplezte magát. You know, he's right, it's true. És igaza van Jákobnak, ez igaz. But it's also very limited. De ugyanakkor nagyon korlátozottan. He focuses on the place. A helyre figyel. He focuses on the event. És az eseményre figyel. He's not so much talking about the God. És nem igazán az Istenről beszél, akivel találkozott. This can happen with us as well. És ez velünk is megtörténhet. You know, I don't know. There is a
I've been to a conference and that conference, oh my God, it was amazing. Why did it ever end? Now God is nowhere. Ott voltam egy konferencián és annyira hihetetlenül jó volt, és most miért lett vége most? I can't find God anywhere since the conference. A konferencia óta sehol nem tudom megtalálni Istent. That's like Jacob. Ez olyan, mint Jákob. Or you know when he's preaching or when he's preaching or vagy amikor ő prédikál, vagy ő prédikál. You know, or like Peter when he said. Vagy amikor Péter azt mondta. In Matthew 17. Máté 17-ben. Oh, this is the place where God meets us. Let's stay here. Hogy itt találkozott velünk Isten, és maradjunk itt. So Jacob is right. Szóval Jákobnak igaza van. Bethel. Bétel. Okay, house of God. Isten háza. But he's also wrong. De ugyanakkor téved is. Because this is about so much more. Mert ez annyival többről szól. We could maybe say that his depth is not enough to take it. Mondhatnánk azt is, hogy ez a mélysége, ami van Jákobnak, ez nem elég, hogy befogadja az egészet. Because look what he does. Mert nézzétek, hogy mit tesz. He builds an altar. Oltárt épít. Pours oil on it. Ráönt egy kis olajat. And then he runs. És aztán elmegy, elfut. Like he just out, you know, he just runs from the place. Elhúz onnan gyorsan. Because he's scared. Mert megrémült. He's challenged. És úgy érzi, God hogy ez egy kihívás számára. Isten találkozott vele. Ő csak az áldást akarta. Ő csak első akart lenni Ézsau előtt. And now God meets him. És most Isten találkozik and vele. És most scared. Ő megrémült. He's seen God. Mert látta Istent. And then he just out of there, you know? És azonnal elhúzott. He runs. Lelépett. And this is an important point for us. És ez egy nagyon fontos dolog nekünk. A limited revelation of God can scare me. Egy korlátozott kijelentés, amit Istenről kapok, ez megijeszthet engem. It can eventually drive me away. És végső soron elűzhet engem. We often speak about this term. Gyakran használjuk ezt a kifejezést, the whole counsel of God, hogy Isten teljes tanácsa in Acts 20:27, apostolok cselekedetei 20:27-ben, hogy a Bibliáról való megértésem az ne csak annyi legyen, I read the first three chapters of Genesis, hogy elolvastam egy Mózesnek az első három fejezetét, the last three chapters of Matthew, és aztán Máténak az utolsó három fejezetét, and I read Romans, és elolvastam a római levelet. That's awesome, by the way. És egyébként ez nagyon jó. If you did that, hogyha ezt megtetted, sadly you're probably more read in the Bible than, I don't know, you know. 50-70% of all Christians, you akkor know? Sajnos jobban ismered a Bibliát, mint mondjuk a kereszténység 10-20%-a. Yeah, I said more than that, but that's okay. But that's okay, you know, like the point is Pastor Kendall többet mondott, that it wouldn't be. A lényeg az, it wouldn't be just some pet passages. Hogy ez ne csak néhány ilyen kis igerész, ige szakasz, micsoda? Ja, szóval ne csak néhány ilyen kedvenc ige részünk legyen, hanem hogy meglegyen nekem az egész. Mert hogyha korlátozott, hogyha olyan szűk, akkor lesznek benne hibák, és aztán végül is el fog engem űzni, olyan leszek, mint Jákob, hogy csak hozom az áldozatot, aztán elfutok, és aztán elfutok, mert hogy ő Isten félelmetes, nem ismerem őt úgy, ahogy kéne, és ezért elmenekülök. This is why I need to have my okay, so who here can say I have the full counsel of God. I have the whole counsel of God. Okay, ki van itt, aki elmondhatja magáról, hogy megvan neki Istennek a teljes tanácsa? Okay, am I the only one? No, én vagyok az egyetlen. No, nem. No, I don't think. No, but. De. But I want to grow. Szeretnék növekedni. És keresem. I want to understand more. És többet akarok érteni. It's not, you know, like theology is not everything. A teológia nem minden. But it helps. De sokat segít. It helps. Sokat segít. It's a great framework. Nagyon jó keretet ad. Pastor Attila, I'm sure doing a great job at it. És biztos vagyok benne, hogy Pastor Dulo Atti nagyon jó munkát végez ebben. He's going to teach about Christ. És holnap Krisztusról fog tanítani, right? Ugye? That's going to be awesome. Ez lenyűgöző lesz Biblia iskolában. De azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Hogyha nem növekszik a megértésem Istenről az idővel, akkor stagnálni fog a hitem. Yeah, my
my faith will become kind of a burden for me. A hitem egy ilyen teherré fog válni számomra. My faith may become tired. Lehet, hogy elfárad a hitem. And eventually I might just run away from it all. És végső soron lehet, hogy csak elfutok az egész elől. This is why we invite you to Bible school. Ezért hívunk titeket bibliai iskolába. There will be registration tonight. És igazából ma este lesz beiratkozás. But this is why we have two services a week. Ezért van két istentiszteletünk egy héten. Szerdán és vasárnap. Because we find that God reveals so many things to us when we are together. Mert azt látjuk, hogy Isten annyi mindent leleplez nekünk, amikor együtt vagyunk. By the way, just because many people misunderstand. Egyébként csak mert sokan félreértik. It's not just a message. Okay? Nem csak az üzenetről van szó. But the worship also. Hanem a dicsőítés God is. Reveals things to us. Isten leleplez God nekünk dolgokat. To us. Isten megmutatja nekünk magát. Aztán a közösség, what we just did now, amit most csináltunk. The prayers. Az imák. Yeah, the center of the service is the preaching of the word. Igen, az istentiszteletnek a központja az ige prédikálása. But actually there is more than that. De igazából ennél több van. This is why Hebrews 10:24 and 25 says. Ezért van, hogy Zsidók 10:24 és 25 azt mondja. Leave not your gathering together. Hogy ne hagyjátok el az összegyülekezésetek helyét. Why? Miért? Because this is a place where God reveals himself to us. Mert ez az a hely, ahol Isten leleplezi magát nekünk. In worship, in prayer, az imádatban, az imában, az együttevésben, in fellowship, in the message, a közösségben, az üzenetben, in hearing each other's testimonies. Abban, ahogy halljuk egymás bizonyságait. Okay, let's move beyond this. Okay, menjünk tovább. Because Jacob's life grew with God. Mert hogy Jákob élete növekedett Istennel. And this is Genesis 35. És ez 1 Mózes 35. God sends him back to the same place. Isten visszaküldi őt ugyanoda. Genesis 35. Arise, go up to Bethel and dwell there and make an altar there for God. 1 Mózes 35:1. Kelj fel, eredj fel Bételbe és ott telepedj le. Yeah, and this is so they go there. Szóval elmennek oda, és nem fogjuk végigolvasni az idő miatt. Valahova el akarok jutni ezzel. De aztán a 7. versben, ott oltárt épített, és Él-Bételnek nevezte a helyet, mert ott jelent meg neki Isten, amikor a bátyja elölfutott. Él-Betel. Okay, so Bethel. Bétel. House of God. Isten háza. What is El-Bethel? És mit jelent az Él-Bétel? It is God of the house of God. Az azt jelenti, hogy a Isten házának az Istene. Get it? Ezt értitek? Now it's God. Most az Istenről okay. Szól. His understanding. A megértése is far greater now. Most sokkal nagyobb. He has faced so much. Annyi mindennel találta magát szemben. You know, he had to face hardship. Szembe jött vele a nehézség, hard work, kemény munka, being cheated, az, hogy becsapták. He had to face his two wives fighting constantly, which is why don't marry two women. És folyamatosan harcolt egymással a két felesége, és ezért ne vegyetek egyébként feleségül két nőt. Okay, this is why monogamy is so much better. Ezért sokkal jobb just a monogámia. Story, csak olvasd, find out how bad it is. Hogyha kíváncsi vagy, mennyire rossz a poligámia, akkor csak olvasd el a történetet. Yeah, but the point is, de a lényeg, he had to face all his fears, hogy szembe kellett néznie az összes félelmével, okay, he had to face his uncle, szembe kellett néznie a nagybátyjával, he had to face his brother, és a testvérével. Okay, so much has happened in his life. Annyi minden történt az életében. His understanding is greater now. És a megértése az most sokkal he nagyobb. Had a tough life. Nagyon nehéz élete volt. But now, de most he sees more. Sokkal többet lát. Well, actually, maybe we could say he sees less. Igazából azt mondhatnánk, hogy kevesebbet lát. Okay, yes, let's say that. Mondjuk inkább így, that he now sees less. Hogy most kevesebbet lát. He doesn't see the house anymore. Mert már nem a házat látja, he sees the God of the house. Hanem a ház Istenét. Okay, his focus is more
you know, is more sharp. Az összpontosítása az élesebb. Okay, he is focusing better on the main thing. Jobban tud a lényegre jobban tud a lényegre figyelni, a fontos dolgokra. Most Istent látja. He doesn't see all the other stuff anymore. Nem az összes minden más látja már a helyet, the event, meg az eseményt, whatever, that's not meg the point a bármi anymore. Is lenne. Igazából nem ez a lényeg már it's neki. L. Hanem Isten, El. It's El, it's God. El, Isten, it's God, it's Isten. The God of the house of God. Az Isten házának Istene. Ez a figyelmének a középpontja. He has grown. Növekedett. He now sees the person, és most látja a szemét, not the power. És nem, most a szemét látja, és nem a hatalmat. He now sees the relationship, a kapcsolatot látja, and not the works of God. És nem Isten tetteit. He now appreciates the presence of God, és nagyra értékeli Istennek a jelenlétét az életében. And not so much the blessings of God, nem, are his focus. Inkább mint Istennek az áldásait, nem ez a figyelmének a középpontja. He is grateful that God has initiated to him. Hálás, hogy Isten kezdeményezett felé. And the rest is just not so interesting anymore. És a többi az annyira már nem érdekes neki. So Jacob, szóval Jákob had to have a greater revelation in his life. Jákobnak kellett egy nagyobb kijelentés az életében. And that's what we all need. És mindannyiunknak erre van szükségünk. És hiszem, hogy ezért nyitjuk ki a Bibliáinkat. Amikor kinyitjuk, azt mondjuk a szívünkben, Istenem, megmutatnád nekem magadat egy nagyobb módon. Láthatnálak mélyebben. Többre van szükségem. Ez nem az érzésekről szól, vagy bármi másról, hanem téged kell látnom. Kérlek Istenem, és kinyitjuk a Zsoltároknál, és elolvassuk a 6. Zsoltárt, meg a 8. És bátorodik a szívünk, és Isten leplezi magát számunkra. Jacob was a strong guy. Jákob egy erős fickó volt, and God, és Isten, or the things of God, és Isten dolgai, were one of the, you know, like one of those handymen who have all the tools and they can fix anything. Tudjátok, vannak ezek az ezermesterek, akik fel vannak övezve mindenféle szerszámokkal, és mindent meg tudnak javítani. Okay. And Jacob was like that. Jákob ilyen volt. And there were certain problems, és aztán voltak bizonyos problémák, where he had a special tool, ahol volt egy ilyen különleges szerszáma. And he pulled it out and he said, elővette és azt mondta, I have a tool for that. Erre is van egy szerszámom. It's called God. Istennek hívják. Okay, and God can, I can solve that with God. Ezt Istennel meg tudom oldani. Hadd oldjam meg. And when it was done, és amikor kész volt, he put it back, akkor visszatette. And he kept living his life. És élte tovább az életét. Okay, but now his story is different. De most más az élete. He had to see, látnia kellett, that God was his savior, hogy Isten az ő megmentője. God was his savior, hogy Isten az ő megmentője. That he wasn't his savior, hogy nem ő maga volt a saját megmentője, but God was his savior, hanem Isten volt that az. He needed his God to be his savior. Hogy szüksége volt rá, hogy Isten legyen a megmentője. And you know, we very capable and, you know, we capable people. Mi nagyon alkalmas, meg emberek vagyunk. Mi pontosan tudjuk, hogy kell élni az életet. Tudjuk, hogy kell csinálni a dolgokat. És ez velünk is megtörténhet. És ezért kell látnunk Istennek. This is why we need to see the revelation of God our savior. Ezért van szükségünk rá, hogy lássuk Isten kijelentését, aki a mi megváltónk. Yeah, we have to understand that. Ezt értenünk kell. We have to receive that. Ezt el kell fogadnunk, hogy Isten az én megváltóm. That's not just about salvation. És ez nem csak az üdvösségről szól, hanem az egész életünkről. That's our whole life. Ez az egész életünk. In 1 John 4, 1 János 4-ben, this is our second portion, és ez a második igerészünk. There will be a third one, but then we're done. Lesz egy harmadik is, és aztán pedig végeztünk. But this is 1 John 4:14. 1 János 4:14. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as savior of the world. És mi láttuk és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Yep,
Last week, last Sunday we spoke about God our Father. Előző vasárnap Istenről, a mi atyánkról beszéltünk. But God is not just our Father. De Isten nem csak az atyánk, but he also is our Savior. Hanem a megmentőnk and is. This is the second person of the Trinity and we're not going to talk about the Trinity now. És ez a Szent Háromság második személye, és most nem fogunk a Szent Háromságról beszélni. But he is God. De ő Isten. Okay, Jesus is God. Jézus Isten. And not just was or close to or something like that. És csak that. Nem csak volt Isten, meg nem csak közel van Istenhez, he's not an angel, nem egy angyal. A very high ranking angel or something. Nem valami nagyon magasrangú angyal. Just a prophet, nem csak egy proféta. Not just a teacher, nem csak egy tanító. Not just a really good man, nem csak egy nagyon jó ember. But he also is God. Hanem Isten. And he's our Savior. És ő a mi megmentőnk. And this, és ezt kell, hogy értsük. Szükségünk van erre a kijelentésre. Hogy az én Istenem olyan sok számomra, olyan sokat jelent nekem. You know, sometimes people ask me this question when we talk on the street. Amikor az utcán beszélgetünk, sokszor emberek megkérdezik tőlem ezt. Why is it all? Why do you bring up Jesus all the time? Hogy miért jössz nekem mindig ezzel a Jézus I mean, dologgal? We could have such a nice conversation. Úgy értem, olyan jó jót beszélgethetnénk. And it's, you know, and it's not like it's not artificial. És ez nem mesterséges. Okay, I'm not trying to say Jesus every second sentence. Nem próbálom azt mondani, hogy Jézus minden egyes vagy minden második mondatomban. But a lot, so many things lead to him in my life. De az életemben olyan sok minden van, ami hozzá vezet. So it just goes to him easily. Szóval könnyen hozzá vezet a téma. There was that graffiti, you know, that Jesus is the answer graffiti. Volt ez a graffiti, hogy Jézus a válasz. And some smart aleck wrote under it, you know, like what was the question? És valami okos tojás odaírta alá, hogy és mi volt a kérdés. You know, and we would say to that mocking question. És erre a gunyoros kérdésre azt mondanánk. Well, whatever meaningful question you have, really. Hogy igazából bármilyen jelentőségteljes kérdés, ami csak felmerülhet benned. Jesus is the answer. Arra Jézus a válasz. Really? Tényleg. That's why we speak so much about him. Ezért beszélünk olyan sokat róla. But why do we make so much of Jesus? Jesus, Jesus. De miért beszélünk annyit Jézusról? Because he is so much for us. Mert ő olyan sokat jelent okay, nekünk. This is Hebrews 2. És ez Zsidók 2. Okay, Hebrews 2:10. Zsidók 2:10. He is the captain of our salvation or the captain of our faith. Ő a mi hitünknek a Captain Hebrews 2:10. What? That's not Hebrews. No. Bocsánat. Az üdvösségünk fejedelme. Okay, so what it means is that he leads us. Ez azt jelenti, hogy ő vezet minket, mint egy katonai parancsnok. Okay, he leads us into enemy territory. Vezet minket ellenséges területekre. Okay, like he delivered us from hell. Megváltott minket a pokolból. Hallelujah. Halleluja. But beyond that, de ezen túl, he delivers us from fears. Megment minket a félelmektől. As time goes, as we live with Christ, ahogy telik az idő, hogy Krisztussal élünk, us from addictions. Megszabadít minket a függőségektől. He is the captain of our salvation. Ő a mi üdvösségünk fejedelme. Okay, but then beyond that, de aztán még ezen is verse túl, 11, 11. versben, he's our brother. Ő a testvérünk. He's our brother. Ő a testvérünk. What does that mean? Ez mit jelent? It means that he is never ashamed to call you his brother. Ez azt jelenti, hogy ő sohasem szégyel téged a testvérének nevezni. You know, like wherever you are. Bárhol is vagy. He will say, azt mondja. This is my brother. Ez az én testvérem. This is my sister. Ez az én lánytestvérem. You are my brother. Te a testvérem this vagy. This is like amazing. És ez lenyűgöző. That's why we speak so much about Jesus. Ezért beszélünk olyan sokat Jézusról. Because he is so much for us. Mert olyan sokat jelent nekünk. And we could list so many other things. És aztán annyi mindent felsorolhatnánk, you know, még. The bread of life, az élet kenyere, light, világosság, so many things. Annyi minden. But let's just stick with this simple thought. De maradjunk ennél az egyszerű gondolatnál. He is our Savior. Hogy ő a mi megmentőnk. He is our Savior. Ő a mi megmentőnk. Daily, minden nap. Today, ma is. Also, not just when I believed on him, nem csak aznap, amikor hittem benne, also, hanem ma is. He is my Savior. Ő ma megváltom, okay, megmentő.
Let's just read this portion here in the end of this chapter. Olvassuk még el ezt a részt itt a fejezet végén. But I'll read it. Well, I'm going to read it by theme or by topic or by yeah. De csak így a lényeget fogom olvasni. Yeah, so let's read from verse 4. Let's begin with verse 14. 14. vers. The first important thought. Az első fontos gondolat itt. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részesei lett ezeknek. And then from verse 16. És aztán a 16. vers. For indeed he does not give aid to angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottjait karolta föl. Therefore in all things he had to be made like his brethren. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez. Okay, he is our savior. Ő a mi megmentőnk. But how is he our savior? De mit jelent ez, hogy ő a mi megmentőnk? So one kind of savior would be. Lehetne egy megmentő olyan? Who would say? Valaki, aki azt mondja. Levente. Józsi needs to be saved. Józsinak szüksége van rá, hogy megmentsék. So go into the pub. Szóval menj el a kocsmába, ahol őt épp megpróbálják összeverni, és akkor menj és verj össze mindenkit and körülötte, és mentsd őt meg, he's so helpless. Mert annyira tehetetlen, yes, so, he's so weak, yeah. És olyan so gyenge, szóval okay. Mentsd meg őt. So this would be one way of saving. Így is meg lehetne menteni valakit. Okay, but de Jesus didn't do this. Jézus nem ezt tette. Okay. He did not throw something in to pull us out. Nem csak így bedobott valamit, hogy kihúzzon minket. And we already would be grateful for that. Azért is hálásak lennénk. But he's our savior. De ő a megmentőnk. He jumped in. Ő beugrott. Okay, he himself jumped in. Ő maga ugrott be. He did not send someone else. Nem csak valaki mást küldött. He's your savior. Hanem ő a te megmentőd. Ő maga. He doesn't just send something. Nem csak elküldött valamit, hanem ő veled van. He jumped in for us. Ő ugrott be értünk. A bűnbe, az emberiségbe, a római birodalomba, a keresztre, mindenbe. Az összes magányba, az összes szégyenbe, az összes teherbe, mindenbe, amit nekünk kell hurcolnunk, csak beleugrott egy fejest, és eljött értünk személyesen, és személyesen fogott meg minket, személyesen hozott ki minket, és ilyen megmentőnk van nekünk, halleluja, ez lenyűgöző, hogy nem csak elküldött valakit. Köszönöm, Uram. Okay, the second part of verse 17. Okay, a 17. vers második fele. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propitiation for the sins of the people. Hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Okay, what does this mean? Okay, ez mit jelent? He is our savior. Ő a mi megmentőnk. So he reconciled God. Szóval megbékítette Istent. I mean, here is my question. Itt ez a kérdés. When I tell people about Jesus with this bracelet. Amikor fogom ezt a karkettőt és ezzel beszélek az embereknek Jézusról. Then one of the things I say. Akkor az egyik dolog, amit mondok. Is that God? Hogy Isten and man és az ember are separated el vannak választva because of sin, a bűn miatt, because of man's sin. Az ember bűne miatt. And that separation. És ez az elválasztás, it cannot be bridged. Ezen nem lehet átlépni. Yeah, God cannot receive sin. Isten nem fogadhatja el a bűnt. And our savior, és a mi megmentőnk did this. Ezt tette. He reconciled God with us. Istent megbékítette velünk. And he comes to people, és eljön az emberekhez. And he reconciles them to God. És megbékíti őket Istennel. But this is great. És ez nagyon jó. So there is God. Szóval ott van Isten. You know, and comes the believer. És jön a hívő. And says. És azt mondja. Father. Atyám. I have sinned. Bűnt követtem el. I'm sorry. És sajnálom. I know this makes me unacceptable. Tudom, hogy ez elfogadhatatlanná tesz engem. And then the father says. És aztán az atya azt mondja. Yeah, you would. Igen, így lenne. Except. Ha. My son's sacrifice. Ha a fiam áldozata, my son's sacrifice has reconciled me.
bocsánat, tehát illene, de a fiam áldozata megbékített engem. It's already done. Ennek vége. That sin that you just did now, a bűn, amit most épp elkövettél, azért már fizettek. I'm already at peace with you. Én már békében vagyok veled. És a hívő azt mondhatná, hogy még ezzel kapcsolatban is békében vagy velem. Hozzuk hozzá minden nap az új dolgainkat. I did it. És azt mondom, hogy it's a new thing. Ezt csináltam, ez egy új dolog. Or I did it. It's an old thing. I've done it 3 million times already. And I'm doing it again. I can't believe it. Ezt tettem, és már 3 milliószor ezt tettem, és nem se hiszem, hogy megint sikerült elkövetnem, de már az agyamra megy a dolog. And the father says, és az atya azt mondja, well, it doesn't drive me nuts. Hát nem megy az én agyamra. I'm at peace already. Én már békében vagyok. Engem megbékített Krisztus. Ez le van rendezve az szívemben. És aztán van ott egy harmadik ember is a beszélgetésben. Jelenések 12-10. És ő azt mondja, Isten, látod a bűnét? Nézd a bűnét. It says there that Satan accuses us day and night. Azt mondja itt, hogy Sátán éjjel-nappal vádol minket. You te have two people speaking for you in heaven. Two persons, sorry. Két személy beszél rólad a mennyben. Yeah. One is this one. Az egyik ez. You. Te. Look at their sin. Nézd a bűnüket. The other one is 1 John 2:2. Az első, vagy a másik az 1 János 2:2. Jézus. Your advocate. A védőügyvédünk. And the father says, és az atya azt mondja, I am already at peace about that. Hogy én már megbékültem ezzel. And Satan says, no, wait, you didn't see what he just thought now. És Sátán azt mondja, hogy várj, nem láttad azt, amit most csinált. And the father says, és az atya azt mondja, I'm at peace already. Nem, én már megbékültem vele. Ennek vége, ez le van rendezve. It's be van fejezve. There is no question about it. Nincs kérdés. That's the kind of savior we have. Ilyen megváltónk van. You can read about it in Hebrews a lot. És erről nagyon sokat olvashattok zsidókban. Yeah, where it clearly says so many times. Ahol nagyon egyértelműen sokszor elmondja. That his sacrifice. Hogy az ő áldozata. Took care of things once and for all. Egyszer és mindenkorra elbánt dolgokkal. And we don't need to like worry about them that way. És nem kell többé így aggódnunk emiatt. Yeah, and that's beautiful. És ez gyönyörű. That's the kind of savior we have. És ilyen megmentőnk van. Okay, one more. Are you ready for one more? Készen álltok még egyre? Okay, one more thing about the savior. I love this. Még egy dolog. So awesome. Ezt nagyon szeretem, ez nagyon jó. The second part of verse 14. A második része a 14. versnek. That through, so why did he become a man? Okay, miért lett Jézus emberré? That through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Verse 15. A 15. vers. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Okay, this is it. Erről van szó. That Satan has no right, no power. Hogy Sátánnak nincs hatalma, nincs joga. He can accuse the believer, ő vádolhatja a hívőt. But it doesn't have any effect. De nincs hatása ennek. It has to be the most frustrating thing. Ez lehet a legfrusztrálóbb dolog a világon. Mondja és mondja és vádol és rágalmaz. And it doesn't stick. És egyszerűen nincs hatása. You know, it just falls off, it just rolls off, you know. Csak lepereg rólunk. Yeah, it just doesn't stick. Nem marad ott. And he says, but I am right. És azt mondja, hogy de igazam van. He is a sinner. Ő egy bűnös. And the father says, és az atya azt mondja, I'm at peace about it. Én békét találtam el. Az én fiam áldozata elégséges so volt. This is the kind of savior we have. Ilyen megmentőnk van. The one who has defeated Satan. Egy olyan megmentő, aki legyőzte Sátánt. And in our lives, this means, és az életünkben ez azt jelenti, that the fear of death doesn't have to control you, hogy nem kell. Nem kell, hogy a halálfélelem irányítson téged vagy engem. És én úgy hiszem, hogy minden félelmünk a halálfélelemből ered.
But you know, but this is awesome. És ez nagyon jó. That we don't have to live in that fear. Hogy nem kell ebben a félelemben élnünk. What when this life ends? Mi lesz, hogyha véget ér ez az élet? I'm gonna stand before the Father. Ott fogok állni az Atya előtt, és látni fogom Jézust, és megváltozom. I leave so much of my sin behind that I struggle with today. Annyit az egész az összes bűnömet hátrahagyom, amikkel ma küzdök. Oh, it's gonna be a great day. Nagyszerű nap lesz. Oh, why would I fear it? Miért félnék tőle? It's gonna be awesome. Lenyűgöző lesz. I think the Moody said it. Azt hiszem, hogy D.L. Moody mondta. One day you will read in the obituaries that D.L. Moody had died. Egy nap a gyászjelentésekben azt olvassátok majd, hogy D.L. Moody meghalt. Don't believe it. Ne higgyétek Don't el. Believe it. Ne higgyétek I el. I will be more alive than ever. Jó, sokkal inkább fogok élni, mint valaha. Yeah, that's our hope because we have a savior. Igen, ez a reményünk, mert van egy megmentőnk, van egy megmentőnk. We have a revelation of a saving God in our lives. És az életünkben lelepleződött egy megmentő Istennek. And we know him this way. És őt így ismerjük. Verse 18. 18. vers. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Yeah. So this is that our savior can be personal with you. Ez azt jelenti, hogy a megmentőnk a személyes lehet veled. When you lose hope. Amikor elveszted a reményt. When you're just, you know, just I don't know what situation it is. Akármilyen helyzet lehet ez. So tired, amikor annyira elfáradtál, down, akkor ő tudja, és érti. He knows the emotions. Ismeri he knows the temptations. Az érzéseket, a kísértéseket. He knows the loneliness. He knows it ismeri all. A magányt, ismer mindent. He knows the betrayal, you know? Ismeri, hogy milyen, amikor hátba döfnek. Yeah, he knows it all. Ismer, tudja az egészet. And he can be with you in it. És ott lehet when veled God ebben. Says, amikor Isten azt mondja, when your savior says, I understand, amikor a megmentőd azt mondja, hogy én ezt értem, then he's not, you know, it's not an academic talking who has read a lot of books about it. Akkor ez nem olyan, mint amikor egy tudós rengeteg könyvet elolvasott valamiről, és úgy ismer valamit. But he knows it. Hanem ő tényleg tudja. He was with us in it. Mert ott volt velünk ezekben a dolgokban. Ilyen megmentőnk van. And then let's just roll it back in closing. És aztán befejezésül görgessük vissza. Yeah, so when we say this, amikor ezt mondjuk in 1 John 4, 1 János 4-ben, we have seen and testified that the Father has sent the Son as savior of the world. 4:14. 1 János 4:14. És mi láttuk és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. When we say this, amikor ezt mondjuk, that's what we're saying. Akkor erről beszélünk. We're saying that we have a saving God. Arról beszélünk, hogy van egy megmentő Istenünk, who has overcome death for us, aki legyőzte értünk a halált, and who daily saves us. És aki minden nap megment minket. And this is how we live. És így élünk. And in verse 15, és aztán a 15. versben, it has a spiritual power. Ennek van egy szellemi ereje. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. Yeah, and this is what we have. Ez van meg nekünk. Yeah, and this is awesome. És ez lenyűgöző. When Jacob realized this, amikor Jákob erre rádöbbent, let's just close with that thought. Fejezzük be ezzel a gondolattal. When he said El Bethel, amikor azt mondta, hogy él Bétel, then he actually got something beautiful. Akkor valami gyönyörűt talált igazából. Yeah, he found something more. Valami többet talált. Then he could have any time earlier. Amit valaha előtte megtalálhatott volna. In Genesis 35. 1 Mózes 35-ben. After that statement, El Bethel. Ezután a kijelentése után, hogy él Bétel. God says to him. Isten azt mondja neki. 10. 10. versben. And God said to him, your name is Jacob. És azt mondta neki, a te neved Jákob. Okay, let's just say it in today's language, okay? Mondjuk ezt mai nyelvezettel. Your name is a cheating, lying piece of scum. Ez fordít. A te neved egy hazug, csaló, mocskos gazember.
És akkor finom voltam. Okay. Your name shall not be called a cheating, lying piece of scum anymore. És a neved többé ne legyen egy csaló, hazug gazember. But hanem God overcomes will be your name. Az lesz a neved, hogy Isten győzedelmeskedik. So he called his name God overcomes. És ezért úgy nevezte el, hogy Isten győzedelmeskedik. Wow. Wow. That's what happened. Ez történt. Amikor meglátta, that his God is not just a tool off the tool belt, hogy Isten nem csak egy eszköz a szerszámos ládájában, but hanem God is his savior, Isten az ő megmentője, then his identity changed. Akkor megváltozott az identitása. Yeah, it changed who he is. Ez megváltoztatta azt, hogy ő kicsoda. Yeah, he was a different person. Ő egy másik emberré vált. He wasn't representing his foolish, dark and cheating heart anymore. Többé nem a saját gonosz, csaló, sötét szívét His life wasn't about that anymore. Képviselte, az élete többé nem erről szólt. But his life was now about God is the overcomer. Hanem Istenről szólt, aki győzedelmeskedik, aki megment. Ez a mi bizonyságunk, hogy megláttuk that our God, our Father, azt, hogy a mi atyánk, a mi Istenünk elküldte a fiát, Jézust, a mi megmentőnkül, és minden nap velünk van, és minden nap megment minket. Halleluja! Egy megmentő Istenünk van. Dicsérünk téged, Urunk! Imádunk téged. We love you, Lord. És szeretünk téged, Uram. We have a father. Van egy atyánk. A heavenly father. Egy mennyei atyánk. Like you talked to us about last Sunday. Ahogy beszéltél hozzánk erről előző vasárnap. And we have. És van a savior God. Egy megmentő Istenünk. Who will not be held back by anything when we need saving. Akit semmi nem fog meghátráltatni, semmi nem fog távol tartani, amikor szükségünk van rá, hogy megmentsenek. Yes, we praise you, Lord. Igen, dicsérünk téged, Uram. Thank you, Lord. Köszönjük neked. If you have not believed in Jesus yet, ha még soha nem hittél Jézusban, you're hearing this message, és itt vagy, és hallod ezt az üzenetet, whether you're here or you're watching it online, akár itt vagy, akár az interneten trust hallgatod, in Jesus today. Higgy Jézusban, bízz Jézusban ma. Mondd azt a szívedben. I need you. Szükségem van rád. I need a savior like this. Szükségem van egy ilyen megmentőre. I need a savior who will take me out of the fear of death. Szükségem van egy olyan megmentőre, aki megszabadít engem a halálfélelemtől. Who will save me from hell. Aki megment engem a pokoltól. Who will save me from myself. Aki megment engem önmagamtól. Jesus. Jézus. I want to know you. Ismerni akarlak téged. Istenem. Save me. Ments meg. I believe in you. Hiszek benned. I trust you. Bízom benned. Jesus, I want to know you. Jézus, meg akarlak téged ismerni. Today. Ma. Come into my life. Jöjj az életembe. Be my savior. És legyél a megmentőm. Give me a new start. Adj nekem új kezdetet. New heart. Egy új szívet. New life. Új életet. New way of thinking. Egy új gondolkodásmódot. Jesus, I want to know you. Jézus, meg akarlak téged ismerni. I believe in you. Hiszek benned. Save me. Ments meg. If you said that prayer, ha elmondtad ezt az imát, watching online, send us an email, és nézel minket a neten, akkor küldj egy e-mailt, let us rejoice with you. Hadd örüljünk veled. But if you're here, de ha itt vagy, as the church is praying, ahogy még a gyülekezet imádkozik, this is the first time you believed on Jesus, please raise your hand. Ha életedben először most hittél Jézusban, akkor kérlek, emeld fel a kezed. Someone I believe most of us are believers. Azt hiszem, here. Legtöbben hívők vagyunk itt, de van itt valaki? Lord, we pray. Urunk, imádkozunk. That you bring in unbelievers. Hogy hozz be nem hívőket a gyülekezetbe. That they could come to you here. Hogy hozzád fordulhassanak itt. As in many other places as well. És sok más helyen is. Yes, God. Igen, Istenünk. We just trust you. Bízunk benned. We believe you. Hiszünk benned. In Christ's name. Krisztus nevében. Amen. Amen.